Sziasztok! Méreg Attila vagyok, Bicaj Futár. De mint láthatjátok, itt ülök a karanténban, kis karantén stúdiómban, mert még itthon kell maradnom. De jövő héten már szabad lábon vagyok. De ha már itthon kell lennem, az online interjúk folytatódnak. Most Lászlóvári Csongorral láthatok egy beszélgetést, akivel az ingatlanpiacról, ingatlanfinanszírozás lehetőségeiről beszélgettünk. Gyertek, tartsatok velünk! Szia Csongor! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állsz ezen a mai Hello, napon. Szia! Nagyon szívesen, én köszönöm. Ingatlan finanszírozással foglalkozol. A jelen helyzetben nagyon sok kérdés merül föl bennem is, meg a nézőinkben is. Milyen változások vannak, és milyen változásokra lehet számítani most az ingatlan piacon, vagy ebben a finanszírozási szektorban? Jelen pillanatban különösebb változás legelső, mint dolog technikai, illetve eljárási részét illeti nincsen. Ha csak nem azt veszük alapul, ugye, hogy a koronavírusra volt tekintettel, ugye személyes a időpontok javarészét lemondta a bank, nem igazán fogad csak sürgős, illetve nagyon fontos esetben ügyfeleket, de ettől függetlenül szerencsére jól vizsgázott az online rendszer, ami azt jelenti, hogy mivel ugye egy ingatlan finanszírozás esetében így is a közjegyzőnél kötünk ki, aki értelemszerűen azért van ebben a folyamatban, hogy hitelesítse a szerződő felek személyét, emiatt igazából különösebb jogi akadálya nem merült fel annak, hogy amennyiben találunk és a csapatunk rendelkezik dolgozó közjegyzővel, illetve ügyvéddel, akkor lényegében a folyamatban lévő, illetve akár az új ügyeket is, ugyanúgy, mint ahogy eddig is, egészen a végéig elkísérjük, és lényegében a folyamatot sikerrel lezárjuk. Ingatlan árak szerinted hogyan fognak most alakulni a következő fél évben, egy évben? Az ingatlan ár az tényleg egy olyan kérdés, amelyhez nehéz jól hozzászólni, mert minden is mindennek az ellenkező, és akár igaz lehet. Tekintettel arra, hogy egyik oldalról ugye ott van az az adott helyzet, hogy van egy tetőzött ingatlan piaci árstruktúra, a másik részről pedig ugye ott van nyilván megint csak a kérdés, hogy mi az, ami ténylegesen kézzelfogható érték, mi az, amibe érdemes mondjuk egy válság során investálni, ez nyilván arany, gyémánt, adott esetben nemesfémek, illetve ez ingatlan. Tehát ilyenkor az emberiség mindig visszanyúlik valahogy azokhoz az értékekhez, amelyek a úgynevezett szükségletpiramisnak a legalján foglalnak helyet. Ugye az első helyen áll az élet, utána pedig az összes többi, amihez elengedhetetlen. De alapjában véve, hogy én úgy gondolom, hogy rövid távon mindenképpen, és ezt most igazából a saját tapasztalataimra alapozva mondom, kevésbé olvasom egyébként nyilván azokat a piaci kitekintéseket, amelyek próbálnak egyfajta prognózist alkotni, de amit én tapasztalok, az, hogy rövid távon megakadt. Tehát az, hogy most mi tudunk dolgozni, szerencsére működik a dolog zavartalanul, ez inkább azt mondom, nem is az, hogy egy fehér holó, de legalábbis egy elég ritka konstelláció. Ezen dolgozni kellett, hogy olyanokat találjunk, akik dolgoznak és akik elérhetők. Ez nem általános. Ennek kihatása van egyrészt ugye a vásárlási kedvre, egyrészt az eladók, akik egyébként szeretnének gyorsan megszabadulni az adott ingatlantól, most csapdában vannak, tehát muszáj valahogy az árral játszaniuk, és nem is mindig csak ezen múlik, mert ugye, hogyha nincs bank, amely megfinanszírozza, vagy legalábbis a látóterében, akkor alapjában véve még ez is sajnos kevésnek bizonyulhat. A másik, és ami úgy gondolom, hogy inkább középtávra értelmezve az elkövetkező hónapokat kihatása lesz, az elsősorban a beomlott hitelképességek sora. Ugye van egy keresletünk, van egy kínálatunk, az örök történet, és ugye ebből adódóan, amikor a keresleti oldal hitelképessége, vagy mondtam, beomlik, vagy legalábbis egy időre parkolójára kerül, nem tudom a portékámat, ami jelen esetben egy ingatlan, zökkenőmentesen eladni, mert a piacnak egy része hiányzik. Miért hiányzik? Mert az elbocsátottaknál újraindul a hitelképesség mérésének az időszaka, ami nem szigorú bankoknál mondjuk 3 hónap, közepesen szigorúaknál 6 hónap, egyebeknél akár 1 év is lehet. Nyilván, hogyha valaki ugyanoda kerül vissza, ahonnan elbocsátották, ott megtaláljuk, tehát már ott már most létezik, és az első ilyen eseteken túl is voltunk, ahol például gasztrós, kiszállítós munkánál közben rájöttek, hogy végül is megy az üzlet tovább, és visszavették az alkalmazottat egy pár hét AMS után. Itt minden további nélkül úgy tudtuk figyelembe venni a hitelképességét, de nem történt volna semmi. Ugyanakkor viszont sokaknál lesz a probléma az, hogy nem fognak tudni mondjuk ugyanarra a helyre visszamenni, nagy Isten tönkre ment a vállalkozó, tényleg bármi előfordulhat, és hogyha egy teljesen más természetű, vagy egy más jogi személynél, más munkáltatónál fog továbbiakban dolgozni az illető, akkor ott gyakorlatilag a próbaidővel együtt az egész folyamat újraindul. Ez azt jelenti, hogy erre az időszakra ő kikerül erről a piacról, tehát nem tud ennek aktív részese lenni. Tehát ő nem jön az eladók számára potenciálisan, sajnos legalábbis jelen formában és ilyen időszakban szóba.
emiatt ez a réteg, és ez a piacnak szerintem egy jelentős része lesz, mert egyébként jellemzően, legalábbis az én tapasztalatom megint csak azt mutatják, hogy nagyon sok bevándorló hátterű család most szeretne ingatlant vásárolni, ami teljesen jogos és érthető is, míg az osztrákoknak a java része kicsit lassabban vagy kényelmesebben áll át arra a trendre, hogy igen, most alacsonyan vannak a kamatok, magasak a bérleti árak, emiatt jobban megéri saját ingatlanba vonulni. Tehát gyakorlatilag emiatt ez kifejezetten ezt a réteget érinti jobban, háttérspecifikus problémák szintén koncentráltabban jelennek meg náluk. Ebben az esetben azt mondanám, hogy én rövid távon, tehát idén mindenképpen úgy gondolom, hogy egy jelenlegi megtorpanást követően, főleg a privát eladásoknál, vagy a régebbi ingatlanoknál, és ez egy fontos tényező lesz még esetleg a későbbiekben, biztos, hogy lesz egy bizonyos fokú visszaesés. Kisebb fizetőképes keresetre kell eladni ugyanazt a mennyiséget, ez azt jelenti, hogy másképp nem tudom megtenni, csak akkor, hogyha versenyképes vagyok, azt meg mi másra tudom elérni, olcsón kell adnom. Akinek mondjuk a bankban volt egy nagy pénze, és most a bizadalma megrendült a bankban, és ő úgy dönt, hogy kiveszi ezt a pénzt, és ingatlanba akarja fordítani, most ki kell várnia, tehát az ingatlanárak esélyes, hogy lejjebb fognak venni, vagy most van az a pillanat, amikor lehet ez egy jó tőke, és be kell fektetni. Te ezt hogy látod most a piacon? Is. Nyilván ugye a privát eladásoknál, ahol még a máklerek úgymond nem tartják az áraikat, vagy legalábbis nem akarják egyelőre még, meg nem is érdekük egyelőre tudomásul venni azt, hogy válság van. Nyilván ez bizonyos szempontból számukra is probléma, de tehát ők vannak leginkább tisztában, hogy az ingatlanok árával, és nem szívesen engednek ebből. Tehát most is jelen pillanatban is vannak alkuk, kevesen tudják egyébként, hogy újépítési ingatlan most lehet alkudni. Nem látok legalábbis most abban az ügyfélkörben, akiknek most konkrétan az ügyeit intézem, és voltak ilyen próbálkozások, nem tapasztaltam az ő részükről olyan jelentősen megnövekedett kompromisszumkészséget, mint ami egyébként lehet, hogy mondjuk egy hónap múlva már meg lesz. Tehát egyelőre én azt látom, hogy van egy piaci megtorpanás, kicsit kivárnak, nyilván ez egyébként a megfelelő taktika is, mert nyilván itt most valahol mindenki a saját érdekeit próbálja érvényesíteni, tehát az saját szemszögből teljesen jól teszik. A privát eladásoknál viszont drasztikus, tehát ott teljesen más. Amikor például mondok egy teljesen konkrét esetet, Gráctól 20 kilométerre egy nagyon népszerű kis település, nagyon szép kis településen van egy teljesen kifogástalan kis házikó, egy fiatal család vásárolja meg, és úgy lealkottunk 20 ezeret, hogy szemeselebb ment az eladónak, és azt mondta, hogy jó, rendben van, pedig az ár jó volt. Ez csak annyi, hogy megpróbálták, megnéztük, hogy lehetséges-e, azt mondta, hogy legyen, csak akkor csináljuk. Tehát ez volt a hozzáállás. Tehát nem ő volt az első, csak ugye annyi, hogy nála volt például a legnagyobb összeg, ami tényleg itt szemreben is nélkül átment. Ilyen 5-10 ezres, stb. Tehát ezeket az 1-2-3 százalékos alkukat ezek amúgy is békeidőben is úgymond lehet nyugodtan próbálgatni, de 10 ezres nagyságrendeket, pláne mondjuk egy 200 ezres ingatlan nívó alatti ingatlan esetén az arányok miatt nem nagyon szokták szeretni, illetve belemenni ilyen jellegű ügyletekbe, de most így működött, és a többi esetnél is ezt látom, hogy főleg a privát eladásoknál, jellemzően használt ingatlanoknál, amiknek egyébként amúgy is van egyfajta hátrányosabb szerepük, mondjuk az újépítésűekkel szemben, ugye lásd, reparatőrök, egyéb olyan járulékos költségek, amelyek sokszor magasabbak, mint egy építéstechnikai szempontból, minden szempontból a modern, vagy legmodernebb szinten álló ingatlan esetén. Említetted, és tényleg ez most nagyon releváns, a régi és új építésű lakások, hogy a jelen helyzetben melyik árai fognak jobban változni, mert a jelen helyzet hatása van az építőiparra, hogy ennek következtében lehet az új építésű lakásoknak a átadásai csúszni fognak, és ez hatással lehet az új építésű vagy a régi lakásoknak az árára. Erről tudsz nekünk esetleg valamit mondani ezzel kapcsolatosan? Igenis, nem is, tehát most megint csak egy meglehetősebb diplomatikus választ fogok tudni adni, mert mind a kettőre van példa. Van például egy nagyobb projektem, ahol több ingatlan, ugyanúgy az én feladatom nem az ingatlan közvetítésben merül ki, de nyilván az én munkám is egyszerűbb, hogyha a bank által egyébként már tesztelt, tehát felértékelt ingatlanokat tudok az ügyfeleknek kínálni, mert akkor sokkal gyorsabban egymásra talál a két oldal. Az egyik ilyen nagyobb projektnél például megtorpant, tehát egész egyszerűen kihirdették, hogy a kedves lakók, sajnáljuk, de nem fogtok júniusban beköltözni, hanem ehelyett valószínűleg július-augusztus lesz, attól függ. Az utánpótlás akadozik. Mindjárt mutassuk is egy érdekességet, ez például az én hitelszerződésem, a mai nap kaptam meg, online intézzük.
Tehát renoválok is, meg hozzá is építek a jelenlegi ingatlanhoz, nagyon sok mindent, sőt, nem is nagyon sok mindent, eddig mindent én csináltam saját magam a bontástól, elkezd az építésen át tényleg, tehát egészen a parkettáig, és az a helyzet, hogy kénytelen voltam a beszűkült források közül egy olyat választani, amit tudott azonnal szállítani, viszont 20%-kal megnyúztak. Tehát, és ezt úgy intéztem, egy B2B-s partneren keresztül, akinek ugye direkt szállítási lehetősége volt az egyik építőanyag ellátó állomásról, és hát ugye a probléma ennek ellenére csak így volt megoldható, hogy többet kell fizetni. Ez ugyanúgy érvényes nagyon sok, és érzékenyen érint nagyon sok kisebb projektet, főként. Ugye a nagyobbaknál azért jellemzően már beszoktak spájzolni bizonyos anyagokról, illetve el van különítve egy úgymond kontingens mennyiség, ha szabad így fogalmazni, az egy kicsit talán másabb, tehát aki előrelátóbb volt kevésbé, de azok, akik tényleg a Bauforsitnek megfelelően rendelgetik az anyagokat, na, ott azért előfordultak tényleg komolyabb fennakadások, lásd például mert az esetben, ahol minimum 2 hónappal csúszik az egész, de láttam arra is példát, ahol mondták, hogy hát kérdezek ilyet, ők simán tudják tartani az időpontokat. Tehát ez igazából egy tekintetben egy szuper dolog. Nyilván a régi építésű ingatlanok hátrányban vannak, tehát hogyha most itt az értékesítésről beszélünk, az előbb említett ok miatt, mert nemes egyszerűséggel a piacon ki mit szeretne. Nyilván, hogyha valaki egy barokk ingatlan, vagy egy árdekó korszakból származó bármit szeretne, az egy kicsit más természetű, de a teljesen átlagos, úgymond mainstream vásárló esetén a legfontosabb a funkcionalitás, tehát az, hogy az adott ingatlan lehető legkisebb járulékos költségekkel járjon, felelje meg a legújabb elvárásoknak, nyilván a kettő összefügg egymással, és ezt mondjuk egy 1950-es, vagy egy 20-as évekbeli, vagy egy 1800-as, vagy akár még régebbi épület, ezt nyilván nem tudja, csak akkor, hogyha adott esetben mondjuk beltéri szigeteléssel, vagy egyéb megoldással van védve a időjárási körülmények ellen. Innentől kezdve mit tudnak ott is csinálni? Egyetlen egy lehetőség maradt, az, hogy az árral megpróbálnak versenyezni. Hát ha belegondolsz, itt is például a Grazban, a városközpont kerülés közepén, Schlossberg mellett simán lehet kapni 300 alatt is igazából 100-120 négyzetméteres régi építésű ingatlan, szuper környék, semmi szó nem érheti a házarét, se átvitt se szószoros értelemben, viszont cserében van 4-500 eurós betripszkoszton hozzá. Tehát ez egy új építésű hasonló ingatlannál mondjuk egy 2 eurós négyzetméterenkénti szorzó, vagy 2,2-es, vagy például a bankszámmal kimerül, és az teljesen más, ott van egy 2, a másik nem, egy dupla. Hogyha valaki most szeretne hitelügyintézésbe belefogni, mi most a menetrendje? Hogy történik ez most a bankokban, bankokkal? Lényegében meglehetősen leegyszerűsödött az eljárás, és ezt valószínűleg bizonyos elemeit át fogjuk emelni, úgymond a békeidőkbe is. Én egyébként korábban is a nagyobb számú érdeklődők miatt úgy szoktam megmondani az első beszélgetés, amely alapján megállapítunk egy hozzávetőleges hitelképességet, az telefonon történik, tehát fölhív az ügyfél. Ezeket az adatokat rögzítem, a beleegyezésével továbbítom a banknak, a bank átnézi, amennyiben minden információt helyesen adtunk meg, gyakorlatilag a legtöbbször még aznap megvan a válasz is. Tehát az azt jelenti, hogy ha az összes létező papír abzofort úgymond rendelkezésre áll, és ezt tudjuk e-mailben prezentálni, akkor aznap megkapjuk a választ, hogy igen, ez tud működni, hogyha ez működik, megkapja az ügyfél szintén elektronikus módon az ígérvényt a banktól, a banki ígérvény birtokába pedig tudjuk kérni az ügyvédtől az adásvételi szerződést, amelyet követően lényegében már csak időpontokat kell megbeszélni, illetve aláírni. Ott van egy kis csavar a történetben, méghozzá annyi, hogy a két szerződő fél adott esetben külön időben fárad be az ügyvédhez, illetve ugyanúgy a közjegyzőhöz, mert egyszerűen nem fogadják őket. Ennyi az összeeltérés. A banki hitelszerződés kapcsán szintén az van, hogy itt a közjegyző veszi át lényegében a bank szerepét, az ügyfél kap egy telefonos banki felvilágosítást lényegében, ezzel viszont gyakorlatilag akkor az összes létező információt megkapta, amire szüksége van, tehát ugyanúgy, mint hogyha itt most Skype-on folytatnánk ezt a részét is, és nyilván ezt a megfelelő vonóoperátor teszi meg, és gyakorlatilag innentől kezdve már csak várni kell. Egy-két eredeti példány az postán cserél gazdát, de a gyakorlat azt mutatja, hogy általában 3 hét múlva be lehet költözni az adott ingatlanban, amennyiben a felek ezt úgy állapították meg. És azt gondolom, hogy meg lesznek az áldásos hatásai majd a későbbi eljárásra is,
ezek előnyös dolgok egyébként, mert tényleg nagyon sok olyan fölösleges elem volt, nem csak a banki folyamatban, hanem egyéb olyan adminisztratív kiegészítő tevékenységben, amihez szorosan kapcsolódik, amelyek én úgy gondolom, hogy fölösleges időpazarlás mind az ügyfélnek kár az idejért, mint pedig hogy a bank is tud annyival gyorsabban haladni, hogyha ezekre a dolgokra találunk lényegében egy külön csatornát. Ezt most a kényszer meghozta, szerintem nem csak ezen a területen, hanem az összes létező home office-ban dolgozó érintőleges kollégára is értem, ezt akik dolgozom bármilyen területen, nincs arra szükség, hogy mondjam fogalmazva a testünket szállítsuk egész nap A-ból B-be, amikor gyakorlatilag úgyis az fontos, ami itt van, ezt pedig tudjuk egy gép mögül is intézni, amennyiben ténylegesen nincs arra szükség, hogy valakit most fizikailag fogadjuk. De ez is bebizonyosodott, hogy ezt is lehet így, és szerintem ez egy pozitív irány lesz. A környezet is valószínűleg hálás lesz majd hosszabb távon ezekért a változásokért. Köszönöm szépen a szakértelmedet és az idődet. Vissza is engedlek a családodhoz, mert azért a családfő szerepek is várnak rád. További szép napot kívánok. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Szervusz! Hello, hello, szia! Ha volt kérdésetek, remélem Csongor tudott választ adni azokra. Ha érdekel egy téma, vagy tudsz ajánlani interjúhoz alanyt, írd meg lent a kommentben, vagy ott az e-mailem, azon is írhatsz nekem. Ha hasznosnak találtad a videómat, jöhet a like, ha nem akarsz lemaradni a videókról, mert fognak még érkezni, iratkozz fel a csatornámra, és a legfontosabb, maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!